Sziasztok! Kérdeztétek, hogy mikor lesz legközelebb Book Chef Tour, ami azért valójában tényleg aktuális, mert már elég régen volt. Úgyhogy a mai videó egy hosszú Book Chef Tour lesz. Jó szórakozást! Szóval akkor így néz ki az én könyves polcom felülről. Lefele. Ugye itt vannak végig a fő könyvek, amiket olvasok, olvastam, olvasni szeretnék. Legfelül vannak inkább általában azok, amiket olvasni szeretnék. Amiknek már megvan a pontos helye, hogy mi hol van, azokat már általában elolvastam. Igen. Aztán ott is van egy-két könyv, de ezek ilyen lexikonok, enciklopédiák, vagy régi balagásba kapott könyvek, vagy azok a könyvek, amiket a könyvtárba kell visszavinni, vagy ajándékba kaptam. Igen. Úgyhogy alapvetően ez az, ami így a könyves polcom. Az a rége kicsi magánabb, úgyhogy azt nem mutatom. Ott vannak az ilyen papírjaim, irataim, stb. Na, úgyhogy kezdjük is el rögtön onnan, fentről. Kezdjük akkor a legfelső polcon, ami így balkész felől van. De most kicsit nehezebb lesz kiszedni a dolgokat. Dorog Caliban fénytörés, ez egy régi kötet. Aztán Mrs. Moore, a szikla őrei. Kendall Blake, vérbe öltözött Anna. Karen Akins, időhurak. Na most minden le fog dőlni. Ugye ez a könyvfesztiválon nyert könyvem, ez a Kiszibók, csókot vegyenek. William Shakespeare, Romeo és Julia. Ups, de. Bartos Zsuzsa, alkonyőrzők. Szőlősi Kristóf, acélszentek. Chris Benazi Brown, most éj. Patrick Nash, kés az ajban. Hű és minden előtt. Ezek végül is ilyen pszichológiai könyvek. Igen. Úgyhogy ezeket így lehet inkább ide teszem a végére. Jaj. Na jó. Oké. Aztán ezeket nem bajatom. Fekete Judit az őrület határán. Ellen Cook címe sztori. Michaela Francis a barátnő. Ez ugye egy angolos könyv. Bennyei Zoltán az utolsó emberig. És van még egy ilyen motivációs TED-es könyvem. Ezt a polcot egyelőre szerintem most nem nyúlok hozzá, majd mindjárt rendbe rakom. Menjünk át inkább a másik oldalra. Az előzőből tanulva, ugye, hogy ez nagyon magasan van, inkább leveszem valahogy a könyveket, és majd úgy mutatom őket. Luca di Fulvio, Álmok bandája. Stephanie Garber, Caraval. Naomi Novik, rengeteg. Sarah Pinborough, 13 perc. Cara Delevingne, Mirror Mirror. Ugye ez most jelent meg magyarul is, nekem angolul van meg, kemény kötetes változatban, nekem az valahogy jobban tetszik, mint a Gabó kiadásos változat. Elizabeth Gilbert, Big Magic. Beth Revis, Epizode Universe. Aztán Varga Bea, a sikertintája. Charlie Jane Anders, Minden madár az égen. Anders Klein, Ready Player One. Sergei Junklalenklo, remélem jól ejtem, Ugrás az űrbe. Szénesi Sándor, Kincsem. LJ Smith, Biolo. Valérian. Michael Cusack, Az üzenet. Victoria Schwab, Egy kegyetlen dal. Aliens, DNS háború. Ez a polcom egy kicsit ilyen mindenféle, ahogy a mellette lévő is az lesz, amit majd mindjárt megláttok. Itt vannak érettségis könyvek, receptes könyvek, olyan könyvek, amiket ajándékba kaptam, de sosem nyitottam ki, például latin mondások, vagy Shakespeare a halhatatlan, az Ó Júliát azt olvastam, Robin Maxwell, Görög mondák, Aranyember, Szabó Magda az ajtó, aztán jegyzetfüzetek, majd Sarah J. Maas, A Court of Thrones and Roses, az a Tüskék és rózsák udvara, ugye az első rész, és szintén a család ajándékba kapott Müller Péter, Kommunikáció, egyéb hajmeresztő, halálos történetek, kötet, úgyhogy ez egy ilyen gyűjtőpolci, mindent összeszedve, ahogy a mellette lévő is. A második polcomon csupa katyvasz van, ilyen Twilight, Tesón könyve, aztán Edward de Bono, A hat értékmedál, Tolvajok tele, Szalmalánk. Hát a Tolvajok tele mondjuk egy eléggé szép kötet. Ez a béka egyébként egy könyvjelző. Nagyon kis cuki. Michael Ende, A végtelen történet. Ez régebben egy klasszikus volt, nem is tudom ez hanyas kiadás, ami megvan nekem, de már vagy 40 éves biztos van. 86-os kiadás. Könyv, amit kaptam barátnőimtől. Aztán két Orovec Nóra, az igazi kötelék és az összekötve.
Susan Salford, mentsük meg Júliát. Ó, és az egyik kedvencem, Maria Weissnieder, Poison Study, azaz Méregtan. Ennek nem tudom, hol a második része, kedves könyv, majd képző kiadó. Aztán pedig egy manga. És szerint ez a love.com, vagy hát lovely.com, nem tudom, ebből egy anime is készült, ez a Lovely Complex volt. Végezetül pedig Szárbontal, a királyné nyaklánca. Katyvasz van, nem olyan szépek, mint a alatta lévő polcok, amiket már meglátjátok. Oké, akkor ez a polc szerintem gyorsan meg lesz. Legalábban hogy lehet a Fannytól, a mosolykától a te döntésed. Utána található két Neil Gaiman kötet, az egyik ugye a Coraline, a másik pedig a Sosehol. Majd Agatha kiadó jó voltából, Stephanie Meyer, a burok. Félix J. Palma, az időtérképe. A következő Jaffa kiadósok, Sándor Anikó könyvek, Tévúton, Magyar Kamino, Zuhanó repülés, az ajándék, Pillangó a vállamon, ebből dupla van, az egyik dedikált példány, és az Én igen nagy vétkem. Utána következik, kicsit csajosabb legény, ha lett egy másik életem, majd Andrew Daytontól a Seeker, a klánok háborúja. Töredelmesen bevallom, ezt még mindig nem olvastam el, de már legalább egy éve itt áll. És utána a sokak által ismert és szeretett párválasztó sorozat Kira Kastól, és Kira Kastól a Szirén című kötet. Menjünk át az emellett lévő polcomra. Tattarara, itt vannak az angol kötetek és a Harry Potter. Ugye a Harry Pottert senkinek nem kell bemutatnom. Gyönyörű kiadásban, vagyis szerintem gyönyörű kiadásban, mint a mostani. Ugye a régi kiadásban Harry Potter kemény fedeles változott. J.K. Rowling bogárbán meséi. Szarorák, hó mint hamu. Szemán Csajnani jók és rosszak iskolája 2. És akkor angol kötetek. Szóval a The Hundred-nek az első és a második része. Angolul. Szintén angolul Nikolajon minden, minden, everything, everything. Aztán Jeff Zentner, Goodbye Days. És Monica Pitt, Keddi nők folytatása, a Lébőd Hotel, és a Keddi nők és a sok zöldség, innen hiányzik az első kötet, valakinek kölcsönettem nincs meg. Ez alatt viszont már elég normális a könyvrendezési stratégiám, ugyanis itt vannak a Dream válogatás könyveim, és itt tényleg csak Dream válogatás, Maxim kiadósos könyvek vannak. Éjjeli napfény, David Levithan nap után, Amy Catherine Ryan ragyogás, Lady Jane, Christina Hyde, Brony Ashton és Judy Meadons, Rupa Sepetys, Tengerbe veszett könnyek és árnyalati remény, Gibble Clam, Káprázat, Szaszkó Gabriella, Maradj velem, Leszarom rafinált művészetem, Mark Manson, és ezek itt mind Jennifer Smith könyvek. Vajon létezik szerelem első látásra? Létezik térkép a szerelemhez? Ezek az én gyönyörű Dream válogatásaim, és a Dream válogatások mellett hát itt már nagyjából az ott most nem jó ott. Ez egy könyvtári. Itt vannak a Tilos az elmenő könyvek. Igen, Gabó kiadó. Hát ez itt már Gabó kiadó. Kezdjük is el akkor. M. Fortier Júlia. Victoria Elvejárt kötetei, Vörös királynő, Üvegkard és Királyketrece. Nikolajon, minden. Ugye ebből van még egy kiadás. De ez az angol változat. Leiner Laura Bável, Leiner Laura Akkor szakítsunk, és Leiner Laura Késtél. A következő, ez egy csodálatosan furcsa kötet, ez a Daniela Pécs cseve Dorotinak meg kell halnia. Majd Rosamund Huge, Kegyetlen szépség. Leiner Sales, This song will save your life, azaz hát nem éppen jó fordítással, de éld az életed. Jacqueline West, Csal minden álom. Balaton Anton Autumn ajándéka. Hát ebből ugye duplikált példányom van. Annabelle Estrada, Két rózsaszín csík. Tilos az Á kiadók gondozásával, kortárs novellák, Budapest off. Menő könyves kiadás, az első. Szintén kortárs novellák összegyűjtött változatai. Rachel Collin és David Levithan, Dash és Lily kihívások könyve, illetve Dash és Lily 12 napja. És akkor elérkeztünk az utolsó polcos részemhez. Mint látszik, ez pöttyös, úgyhogy kámkás kötetek végig. Ez az öt kötet, itt Stephanie Meyer alkonyat kötete, ezt nem szeretném kivenni, de ugye szép vaskos kötetek. Kávezte a karvajszárnyon, Onszai, a parandiszatok egy lovaggal,
Szai Calderon 2. Következő szintén vámpír korszak. Claudia Gray Evernight sorozat. Aztán Moira Young, Blood Red Road, ez vérvörös út. Ebből nem is lett azóta szerintem folytatása kiadva, lefordítva, stb. És egy Risa Walker Time Bomb, azaz Idő Csapda című időutazós regény, amiben még szintén nincs a folytatás. És akkor átmegyünk a másik sorra. Ez ugye a friss megjelenés, ez a Minden a te hidrád, Paul Rudnicktól. Majd következő Cassie Cole, Poison Princess, az a Méregheceni című könyve. Aztán Colin Hoover és Terry Fisher-nek a Neve Soha de Soha című trilógiája. Colin Hoover Ugly Love. Amy Kaufman és Megan Spooner-nek a These Broken Stars, az lehúgó a csillagok. Jay Usher 13 okon volt. És Mindy Arnett-nek a Nightmare Affair sorozatja. Fontosabban az Akkordél Akadémia trilógia. És ezeket egy picit visszateszem. Aki szereti az időutazósokat, ő már tudja. Kirsten Gayle, Időtlen szerelem trilógia, Rubén Rozza, Félvörös és Maragzöld. Majd pedig Len, Mary Lou, Legenda trilógia, Legenda, Prodigy és Champion. Utána pedig Liv Bardugo, Füst és Csont. Jaj, nem, bocsánat, ez az Árnyék és Csont, a Füst és Csont nincs meg. Végezetül pedig Sarah J. Maas, Electrón. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a videót, és még nézzük együtt a könyveket. Ha esetleg van tippetek, hogy mit kezdjek ezekkel az össze-vissza bedobált ilyen kapott ajándékkönyvekkel, hogy rendszerezzem őket, akkor írjátok meg nyugodtan kommentbe. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a videót, hamarosan újra jelentkezek. Addig is, sziasztok, Kersz voltam!